Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit tervez veled? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ez a férfi itt látható a képen, és ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Az a fontos, hogy egy vonalban legyetek a kirakásnál, mert akkor az azt jelenti, van kapcsolat kettőtök között. És tényleg így látható, hiszen egy vonalban vagytok. Tehát a kapcsolat az megmarad. A probléma csupán az, hogy ő az első sorban van, és a feje fölött nincs kártya. Az utalna az ő gondolataira, a terveire, de nem engedi meg, hogy bepillancs a gondolataiban. Emiatt minden olyan titokzatosnak tűnik. Itt látható is kettőtök között ez a könyv, illetve a könyvek, amik utalnak az ő zárkózottságára. És mivel ő nem beszél a terveiről, mivel ő zárkózott, ez megnehezíti a dolgokat. Itt ez a hegy utalhat a nehézségekre, a problémákra, mint az, ami téged foglalkoztat a te gondolataidban, hiszen itt láthatóak ezek a kártyák. Ez nem csak a kapcsolat kettőtök között, hanem jelenti a te gondolataidat is. Amit ő szeretne, de még nem lép, az itt látható, ez a levél, egy hír. Ez a férfi egy vonalban van a levéllel. Az azt jelenti, hogy ő tervezi ugyan, hogy ír neked, de ezt elhalasztja. Az is lehet, hogy még várakozó és vár arra, hogy te írj neki. Tehát a részedről sincs meg ez a nyitottság, és emiatt megjelenik itt a felhő, ami utal olyan dolgokra, ami átláthatatlan. Jelenleg nem könnyű tisztán látni a dolgokat, nem egyszerű tisztázni most valamit. Viszont megnézzük az ő tekintetét, hiszen látható az, hogy mi fog történni a közeljövőben, és az itt van előtte. Itt a hold jelentheti az éjszakát, amikor nem annyitott bizonyos dolgokról beszélni, vagy érzelmekről beszélni. A hold jelentheti az anyukáját is, sőt, a hold egy vonalban van a családi házzal, vagy a szülői házzal. És itt a környezetében, vagy a családjában egy vonalban megjelenik a ravaszróka, és ez a koporsó. A koporsó jelentheti az örökösödési ügyet, és akkor neki óvatosnak kell lennie, hiszen itt ennél az örökösödési ügynél, itt a családban, sőt, ez kihat az anyagiakra is, itt látható a hamisság. És az egerek jelentik a veszteséget, hiszen a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Ez lehet egy pénzügyi dolog, veszteségek nála. Az lehet, hogy az egerek el tudják ezt a hamisságot, vagy ezt a hamis szemét távolítani. A koporsó az nem csak örökösödési ügyet jelent, hanem gyakran lezár valamit. Tehát a koporsó is tud abban segíteni, hogy lezárja ezeket a hamisságokat, tehát eltávolítja ezt a hamis szemét az ő környezetéből. Az is lehet, hogy nála vannak anyai témák, voltak viták, veszekedések, hiszen ez a korbács jelent nézeteltéréseket, és az kihat
a lakásra, a házra, a családra, de kihat az anyagiakra is. Nem csak nála, az ő környezetében van így, hanem nálad is, hiszen te egy vonalban vagy ezzel a kártyával, ami fáj, vagy jelentheti azt is, hogy valaki megbántott téged itt a környezetedben, és a gyűrű jelenti ezeket a kapcsolatokat, de ez lezárul, hiszen az egerek eltávolítják ezt a szemét, vagy ezeket a fájdalmas emlékeket. De visszatérve hozzá, itt a hold nem csak az anyukáját, vagy az anyai érzelmeket jelenti, hanem szimbolizálja az álmukat, a vágyakat, az elképzeléseket. Ez megvan nálam, ott van a közelben, de mivel nem nyitott, nem beszél még az érzelmeiről. De hamarosan eléri ezt az utat, az lehet egy közös életút. De jelenti a döntéseket is, amikor elgondolkozik majd azon, hogyan tovább, milyen irányba. És a gyűrű jelenti a kapcsolatot kettőtök között, vagy jelentheti azt is, hogy jelenleg ugyan még visszahúzódó, de visszatér hozzád. Itt szerelemről van szó, hiszen a szerelem istennője átnyújtja számotokra ezt a lobogó szívet, és itt kinyílik egy ajtó, hiszen itt a hölgy kezében van a kulcs, és ezzel a kulccsal ki lehet nyitni ezt az ajtót, változik a helyzet, hiszen nyitott lesz érzelmekről beszélni, és ez a nyitott ajtó nem csak az ő nyitottságát jelenti, hanem a lehetőségeket. Itt kinyílik számotokra majd egy új ajtó, és itt láthatóak a változások. Azon kívül itt van a bizalom, hiszen megjelenik itt a csillagkép, tehát bízik a jövőben, minden úgy lesz, ahogy megvan írva a csillagképekben, és a csillagok szerencsét fognak hozni. Előtted itt van ez a horgony, ez a kapcsolat jó alapokra fog kiépülni, hiszen mindketten úgy érzitek itt, ebben a párkapcsolatban le tudtok gyökerezni, akkor is, ha még vannak itt nehézségek, vagy megvan ez a zárkózottság, ennek ellenére itt látható a remény, hiszen ez a hajó szimbolizálja a reményt. Amit ez a horgony még jelent, a munka és a hivatás, ebben az összefüggésben látható itt a levél, ami utal egy szerződésre, egy munkahelyi szerződésre. Itt van a remény, de ez a hajó utalhat külföldi kapcsolatokra is. Ami a szerelmet illeti, a hajó jelenti a belső utat, egy lelki kapcsolatot. A te gondolataidban megjelennek a könyvek, ez utalhat az ő zárkózottságára, de jelentheti az ő tudását is, vagy azt, hogy itt a munkahelyeden lesznek változások, lesz egy szerződés és egy továbbképzés. Az a fontos, hogy megvan a kapcsolat, ő visszatér hozzád, itt ő hamarosan döntéseket hoz, ez eltarthat február hónapig, itt meg lesz nálad a nyilvánosság, az elismerés, az most még nem látható, de az a helyzet, amikor nem mentek előre a dolgok, az elmúlik, hiszen az egerek segítenek itt ezeket a dolgokat tisztázni, és akkor itt kialakul valami, a virágcsokor jelenti majd a szerencsét, egy kellemes meglepetést, ha van nálad egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy, ezt is jelentheti itt a torony, akkor itt jól alakulnak a dolgok, hiszen a virágcsokor majd szerencsét hoz.
És ez a kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, itt a gyermek egy új kezdetet, és amit a kígyó még jelent, a gyógyító erő. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!